Kiállításokat, kulturális programokat vagy akár konferenciákat is szervezhetnek a helyi civil szervezetek az EGRI önkormányzat pályázatának köszönhetően. Azon a városban működő kulturális szervezetek fordulhatnak támogatásért, akik EGRI székhelyen rendelkeznek, és azok is, akik az előző fél évben is pályáztak. A pályázat elbírálásánál természetesen előnyt fog jelenteni az az egyesület, amelyik helyi értékeken alapuló és helyben megvalósuló programokat helyez kilátásba. Ezeket a pályázatokat augusztus 31-ig várjuk, vagy a polgármesteri hivatal humán szolgáltatási irodáján, a Gál István kulturális referensünknél lehet leadni, vagy pedig postai úton a Dobótér 2-be polgármesteri hivatal címére. Az idei évi költségvetésben 4 millió forintot szántak a civil szervezetek programjainak támogatására. Az előző fél évben 2,5 millió forint támogatást osztottak ki, most pedig 1,5 millió forintot fordítanak erre a célra. Számos EGRI civil szervezet pályázik, ilyen például a Dobó Katica nyugdíjas szervezet is. Első fél évben is kulturális pályázatra pályáztunk, ahol két pályázatot nyertünk. Egyik a dalos fesztiválunk, férfi dalköröknek a fesztiválja, másik pedig egy felszerelésre, a dalkörnek a ruházatára nyertünk. Nagyon jó jött, nagyon nagy segítség az önkormányzat részéről. Most második fél évben is fogunk pályázni, mégpedig egy EGRI zenetanár, zeneszerzőnek a évfordulójának a megünneplésére. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e, elbírálni pedig szeptember 30-áig fogják. A nyertes pályázó civil szervezetnek az idei évben fel kell használni a támogatást és megszervezni a kulturális programot.